Ingyenes belgyógyászati és szemészeti kivizsgálásra, laborvizsgálatokra várták a sepsiszentgyörgyieket a Cukorbetegek Világnapjára szervezett konferencián a Székely Mikó kollégiumban. Az eseményt a Kovászna megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete, a Sweet Life Édes Élet Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat közösen szervezte. Itt van a kis inzulin tartály, és ez ide megy be. Az inzulin pompáját mutatja a Kácos Kincső Noémi, aki 5 éves kora óta cukorbeteg. Az inzulint folyamatosan adagoló készülék abban segít a 15 éves lánynak, hogy minőségi életet tudjon élni. Kincső sorstársaival rendszeresen eljár a Kovászna megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete által szervezett rendezvényekre. A Cukorbetegek Világnapját a járványhelyzet után most először tartották meg. A mai nap célja, hogy felhívjuk a figyelmet a lakosság számára a cukorbetegség megelőzéséről. 3 év után, hála Istennek, sikerült újra találkozni, ennek közösségformáló ereje is van, és nagyon örülünk ennek, hogy szűrővizsgálatokkal sikerült összekötni ezt a találkozást. A szűrővizsgálaton 50 személy vett részt. A belgyógyászati szaktanácsadás mellett sójt, magasságot, derékkörfogatot, vérnyomást, EKG-t is készítettek. A laborvizsgálatok során vércukor és koleszterin szintet, trigliceideket, vérsűrűséget mértek. Ezen kívül szemészeti egészségügyi felmérésekre is jelentkezhettek az érdeklődők. A Máltai Szeretetszolgálat évek óta szervez egészségügyi szűréseket, és úgy gondoltuk, hogy a Cukorbeteg Világnapja egy lehetőség megint csak arra, hogy itt tudjunk lenni, és embereknek tudjunk segíteni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy szociális probléma is tud lenni, ugyanis ingyen és sorbanás nélkül tudják elvégezni az emberek a vizsgálatokat. Albert András szemész főorvos kiemelte, hogy egyre nő a cukorbetegek száma, jelenleg minden 10. embert érint, Háromszéken közel 7500 cukorbeteget tartanak nyilván.